Csatlakoztak Nagykanizsán is az oktatás állapota és a tanárok kirúgással való fenyegetése miatti országos demonstrációhoz. Tegnap öt iskola, a BLG, az Rinyi, a Körösi és a Péterfi, valamint a bójai pedagógusai álltak ki a kezdeményezés mellett. A legtöbb demonstráló a Battyányiban volt, szám szerint 34, de a bójai testületének 85%-a is fontosnak tartotta, hogy társuljon a felhíváshoz. Márciusban 27 tanár csatlakozott a polgári engedetlenségi akcióhoz a BLG-ben. Az eseményről készült fotó akkor kikerült a gimnázium közösségi oldalára, de pár órával később azt le is szedték. Az iskola akkori igazgatója, nédes Sándor megkeresésünkre elmondta, ő vetette le a fotót, hiszen vele nem történt egyeztetés, a tanárok pedig egyénként döntöttek a részvételről, így az iskola Facebook oldalán nem volt helye a tudósításnak. A pénteki akció mellé már héttel többen álltak a Battyányiban, hogy így támogassák az elbocsájtott pesti kollégáikat. Úgy tudjuk, ez a szám a következő alkalommal még nagyobb lehet. A Péterfiben sem először demonstráltak, szeptember 27-én a pedagógusok megfélemlítése ellen 18-an álltak ki, tegnap 16-an csatlakoztak az országos kezdeményezéshez. Az Rinyiben 20 tanár vett részt a pénteki sztrájkban, úgy tudjuk itt volt olyan osztály, amelyből szolidaritásból tegnap minden diák otthon maradt. A körösiben Tímá szervezte a tüntetést. Mint mondta, a legfontosabb cél a szabad tankönyvválasztás visszahozatala, a diákok és a tanárok terheinek csökkentése, az infrastruktúra javítása és a megalázó fizetés emelése. Szerinte többen is csatlakoztak volna a demonstrációhoz Kanizsán, de sokan nem mernek, vagy a sztrájktörvény miatt kevésnek érzik a mostani lehetőségeiket. Változó létszámmal vettek részt, hol kevesebb, hol több kollega csatlakozott. Én azt látom, hogy sokan sokan mellé állnak, sokan egyetértenek ezekkel, amiket én is ugye az elején elsoroltam, viszont nem mindenki mer beleállni. Nagyon sokaknál elérték ugye ezt a megfélemlítés, a fenyegetések, kell azt, hogy nem mernek esetleg nyíltan beleállni a tiltakozásba, hanem csak így mondjuk egymás között beszéljük meg a dolgokat. De szerencsére azért sokan vagyunk itt Kanizsán is, Mindeközben Zalaegerszegen mintegy 3000 ember vett részt a demonstráción, a tüntetők másfél kilométeres élőláncot alkottak. Az ügy mellett nem ment el szólni külön polgármester, aki 14 évig tanított a Széchenyi iskolában. Balajt Zoltán Facebook posztjában leírta, senkinek nem lehet baj abból, ha a jogszabályi kereteket betartva figyelemfelhívó eseményen vesz részt. Hozzátette, polgármesterként, egy közösség vezetőjeként, valamint pedagógusként is azt gondolom, hogy a pedagógusok magasabb bérre vonatkozó felvetései jogosak. A társunkig Balog László, nagykanizsa első embere, a BLG egykori igazgatója nem nyilvánult meg közösségi oldalának a kanizsai akciókról.